Virágoztás van, de máshogy, mint szokott lenni. Mi a különbség? A pandémiás helyzet ugye mindent, az egész életünket átírta. Idén azt találtuk ki, hogy minél kisebb tumultus legyen, amikor a virágokat osztjuk, ezért körülbelül négy helyszínen történik most a virágosztás. Van két nagyobb helyszín, az egyik itt a Rottenbüller Parkban, amit a középső kőbányai részeket érinti. Van egy nagy helyszínünk az Újhegyi lakótelepen, ott a lakótelep környékét, illetve a kőbányakertvárost érinti, és két kisebb kiosztó helyünk van, az egyik a Gyakorló utcai lakótelepen, a másik pedig a Bihari Balkán utcai lakótelepen. Milyen virágok vannak most a lehetőségek között? Nagyon-nagyon szeretnénk terelni a lakókat arra, hogy minél több évelő virágot használjanak, akár kertben, akár a balkonon, virágcserében, illetve virágládában. Úgyhogy most minden olyan virág, amit kiosztunk, az évelő. A klasszikus muskátli, azt ugye mindenki ismeri, illetve van négyféle olyan évelőnk, amiből kettő gyógynövény, a levendula és a körömvirág, és mellette van még ilyen léggömbvirág, illetve Oreopsis latinus, mindegyik évelő is szép virágos. Mióta zajlik ez a program? Kőbányán már 2014 óta zajlik a Önnek is szeretnék adni virágot program. Itt alapvetően hosszú évekig nem csak a magánszemélyek, hanem társasházak, intézmények is pályázhattak. Idén, miután ugye ez a vírusos helyzet egy kicsit átírta az életet, kevesebb forrás jut erre, ezért csak magánszemélyek jelentkezhettek 2021-ben. És jelentkeztek is? Rengetegen, 2200 pályázat érkezett, úgyhogy sokan jelentkeztek. És mindenki, aki jelentkezett, az automatikusan zöld utat kap, ugye? Nem. Sajnos nem, tehát miután korlátozott forrásból rendelkezünk, és korlátozott mennyiségű virágot tudtunk megrendelni, ezért akik az elektronikusan benyújtott pályázatban valamilyen hibát vétettek sajnos, mondjuk nem adtak meg kellőképpen adatot, kihagyták mondjuk az emelet ajtószámot, ők sajnos érvénytelen pályázatot nyújtottak be, de mindenki, aki minden adatot kitöltött, azok érvényesek. Tehát akkor összességében most itt milyen logika szerint zajlik az osztás? Mert korábban mindig tömegek voltak, most meg egy-egy embert látok itt. Igen, most egy kicsit mi is meglepődtünk ezen. Azt találtuk ki, hogy az emberek vezeték nevének kezdőbetűvel 2 órás időközönként hívjuk be. Ezt szerintem itt a háta mögött a táblán látszanak is a betűk, illetve mindenkit kértünk, bele is írtuk, hogy tartsák be lehetőleg ezt az időpontot, és akkor szépen egyenletesen lehet jönni virágokért. Mindig vannak olyanok, akik jelezték, hogy sajnos nem tudnak a megadott időbe jönni, de reggel 8 és délután 4 között a két nagy helyszínen mindenkit várunk. Egyébként adatokat tekintve hány virágot osztanak ki? Idén ugye kevesebb összegből tudunk gazdálkodni, de így is 7500 muskátlit és 6000 évelő virágot tudunk adni a pályázóknak összesen. És összevetve korábbi évek adataival, ez hogy néz ki? Nagyjából olyan 27-28 ezer növény volt korábban, de ugye akkor egynyári virágot is adtunk, fűszernövényeket, cserjéket, tehát akkor sokkal nagyobb választék volt. Ez most egy kicsit visszafogottabb ez az év. Hogyha valaki használati utasítást is kér a növények gondozásához, ápolásához, akkor kaphat itt azt is? Természetesen, ugye az évelő növények legfontosabb jellemzője, hogy tőosztással szaporíthatók. Tehát kis növénykét beülteti a kertbe, vagy egy kicsit nagyobb ládába, és jövőre az oldalsó hajtásokat fog hozni, azt szétválasztja, és már is 2 növénye van. Következőben már 4 növénye van. Tehát ugyanígy a muskátlit szerintem azt mindenki ismeri, hogy az hogyan szaporítható. Kegyednek otthon vannak növényei? Vannak, igen. Csak ugye annyit dolgozom, hogy az otthoni kertem nem olyan szép, de majd jön a nyár, és akkor én is megcsinálom. Mi a kedvenc virága? Én a muskátlit nagyon szeretem. Egy annyira ide való, Magyarországra való növény, tehát én nagyon kedvelem a muskátlit. És mi a titka a muskátli gondozásnak, hogy több éven át tartson? Mindig meg kell újítani, tehát lehet anyanövényeket tartani, amelyek 2-3 évig is
változatlan állapotban vannak, és utána arról lehet szaporító anyagot letörögetni. Finoman letöri az ember a 2-3 levélrel rendelkező ágdarabkát, hagyja megszáradni a tövét, és amikor megszáradt a töve, utána lehet beültetni homokos földbe, tehát homokkal kevert földbe. És akkor lesz egy új növény. És bár most még messze van az ősz, meg a tél, de hogyan kell teleltetni a muskátlit? A muskátli az nem bírja a telet, tehát nem fásszárú növény, hanem délvidékről származó növény, úgyhogy a muskátlit nagyanyáink azt csinálták, hogy kivették a cseréből, föllogatták lent a pincében, és teleltették. Most így, akiknek van lehetőségük, mondjuk lépcsőházi, tehát lakótelepen laknak, ott a lépcsőházban nagyon ragyogóan teleltethetők a muskátlik. Arra kell figyelni, hogy ritkában kell öntözni, tehát nem szabad olyan sűrűn, mint nyáron, hogy épp hogy csak legyen meg. Meg biztos vannak még más ötletek, de tehát ez a legegyszerűbb, hogy vagy sötét helyre teszem, nem locsolom, vagy világos helyen tartom, és akkor ritkábban locsolom. Meg ugye még egy dologra kell figyelni annak kapcsán, amit mondott, és valószínűleg, ha itt lenne egy tűzoltó, akkor azt is mondaná, hogy a lépcsőházban ugye nagyon vigyázni kell a tűzvédelmi szabályok betartására. Természetesen most nem arra gondoltam, hogy az egész lépcsőházat telerakják, de biztos vannak olyan lépcsőházi részek, hogy kis korlátra rá lehet akasztani a ládákat, a virágládákat. Szóval akkor itt vannak egész nap. És ha véletlenül maradnak növények, amikért nem jönnek a gazdák, azok mi lesz? Azt gondoltuk, reméljük, hogy minél több növényt elvisznek, mert nem nagyon szeretnénk, mert ugye mi hivatalnokok vagyunk, hivatal dolgozói, nem kertészek. Azt szeretnénk, hogy minél többen elvigyék. Ha mégis véletlenül maradna, akkor óvodák és bölcsödék kapják meg a virágokat. Hova kerülnek ezek a szép virágok? Hát a Kéknyelű utcába. Egy része a muskátli az a negyediken az erkélyre, az évelő pedig a ház elé, mert én ott kertészkedek a ház mind a két oldalán, és akkor oda lesznek beültetve. De már rengeteg virág van, mert minden héten hozom a temetőből a palántát, meg szórom a magot, úgyhogy Kéknyelű utca 5 per áll. És mi a titka annak, hogy jól érezzék magukat a növények? Mi a titka? Hát nekem ez az elfoglaltságom, hogy kertészkedek, vele egyedül élek, és locsolok, vettem slagot, van kint kerti csapa, az önkormányzati, nem tudom, szabad-e használni, de én használom, és hát gondozom, szeretem a virágokat. Ilyen is tele van, úgyhogy nekem oda nem is férnek már ebből. És a növényekről igaz az, hogy amit mondanak, hogy a szeretetet megérzik és meghálálja? Meghálálja, mert nem győzünk gyönyörködni. De más is, a szomszédházból is. Mikor már bokrot nyírok, vagy valami, akkor másik házból is kedvet kap a szomszédasszony, aztán azt mondja, hogy na, akkor adjam oda az ollómat, ő is levágja. Igen, meghálálja, mert gyönyörűek. Melyik a kedvence? Hát a muskántlé. Muskántlé. Általában minden évben vannak virágai? Igen, igen. Meg lehet nézni a kertemet, az ablakomat, mindenemet. Szeretem a virágot, de mindenfélét. Mi a titka annak, hogy szépen el legyenek a virágok? Hát locsolni kell. A napot bírja a muskátli? Nagyon a muskátli, sőt, a muskátli a napot bírja. Igen. És mesélj el, hogy ezek mihez csatlakoznak, mi van már most a kertjében? Van már muskántlém, mindenféle van. Egyszerűen szegfű, sok minden virág van. Úgyhogy bárki eljöhet, megnézheti. Alpolgármester úr, ezek szerint az alpolgármesteri portfólióba tartoznak a virágok is? Hát azt gondolom, hogy nem csak a polgármesteri vagy alpolgármesteri portfólióba tartozik, hiszen virágot adni mindig öröm, és aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Ennek jegyében természetesen én is örömmel vettem részt ezen a mai rendezvényen, illetve ennek az előkészítésében is, hiszen tavaly ez a, már mondhatom, hogy megszokottá vált pályázat, tavaly egy szünetet volt kénytelen elviselni, hiszen a pandémia miatt ez nem történt meg. Azt tapasztaltuk, hogy hiányolták is az emberek,
És igazából idén most óvatosabban terveztünk, hiszen nem tudtuk, amikor az virágot palántázni kellett, vagy megrendelni, nem tudtuk akkor még, hogy igazából mire is számíthatunk a járványügyi helyzet, hogy alakul eddigre. Szerencsére jól alakult, és éppen ezért most idén egy 5 millió forintos keretből tudtuk ezt a virágosztást, de a hivatalos nevén önnek is szeretnénk adni egy virágot pályázat keretében, lakosságot virággal látjuk el. Aki pályázott időben, azok ma jöhetnek. Egységcsomagok vannak, kétféle virágtípust adunk, évelőkről beszélünk, és összesen 13.500 tő virág az, ami most itt kiosztásra kerül Kőbányán, 4 helyszínen, és 2000 pályázó volt, aki ezt a virágmennyiséget el fogja reményeink szerint a mai nap vinni. Egy ilyen akció, jó lehet tudni, hogy Kőbányán része egy mozaiknak, hiszen a város virágossága, zöldsége az önkormányzat szívügye. Tulajdonképpen folytatódik-e néhány más hasonló lépéssel, akcióval ez a törekvés? Természetesen igen, hiszen Kőbányán mi büszkék vagyunk arra is, hogy túl azon, hogy mások azt gondolják Kőbányáról, hogy egy panel rengeteg, hogy nagyon egy kicsit az előző rendszerben egy ilyen lesajnált kerület volt. Mi tudjuk azt, hogy rengeteg zöld van itt. Elég, hogyha csak a temető területére gondolunk, vagy elég, hogyha a Dépligetre gondolunk, az önmagában is, de ezen kívül még vannak erdeink. Az erdeinknek a frissítése éppen most folyik folyamatosan, és nagyon fontos, hiszen a lakosság számára is, amikor bejön Kőbányára, rögtön azt nézi, hogy milyen a környezet. És a környezetben természetesen a virágágyások, a lenyírt fű, és minden beletartozik, gondozott fák, bokrok, sövények, és sok esetben az erkélyeknek a virágosítás, így május-június táján azt gondolom, hogy ez teljesen természetes, hogy az ember megy és fölnéz mondjuk egy 10 emeletestél az erkélyre, és azt látja, hogy ott muskátlik vannak, akkor jobb kedvre derül. Miután a sport viszont az alpolgármesteri portfóliójába tartozik, és zöld területnek számít az Óhegypark, meg a Sportliget is, most, hogy valójában szabadabban mozog mindenki a pandémia helyzetben, vannak-e olyan jelenségek, olyan törekvések, amelyek arról szólnak, hogy ezek a területek jobban aktivizálhatók? Hát a sport területe az folyamatosan terítéken van, elég, hogyha csak a mázsatéri beruházásra gondolunk, vagy nemrég jött a hír arról, hogy lesz egy velodrom, egy biciklis körpálya, aminek a munkálatai már a telepítése gyakorlatilag el is kezdődik, ott egy hatalmas nagy beton felületet kell kialakítani, és arra épül majd ez a szerkezet, ami egy ponyvával ellátott terület lesz a Sportliget, a úszoda mögötti területünkön. Emellett most még csak csírájában indult el, de valószínű fel fog gyorsulni. Szeretnénk egy jégpályát is jelenleg a millenáris közepén, tehát a szintén biciklispálya, ami már igazából használhatatlan, annak a közepén van egy jégpálya, amit a KSI áthozna Kőbányára. A központi sportiskola tulajdonában van, és helyet keresünk neki. Nyilván itt a közműellátottságot, víz, villany mindenképp kell, hogy egy jégpályához csatlakozzon. Tudni kell egy jégpályáról, hogy 60x30-as jégfelületről beszélünk, és azt nyilván körbe is kell állni, ahogy a jégkorongozók, játékosok, jégtáncosok fölmennek, tehát durván egy olyan 70x40 méteres területet kell megtalálni olyan helyen, ahol a közműveket is biztosítani tudjuk. Nem könnyű feladat, a napokban ezzel foglalkozom, és remélem, hogy előbb-utóbb ezt is siker koronázza. Óriási igény van, azt tapasztalom a fiatalok részéről is, de az idősebb korosztály részéről is a sportfelületeknek a kihasználása. Legyen az úszoda, legyen az futókör, legyen az sportpálya, műfüves pálya, vagy élőfüves, de hogyha a parkjainkba elmegyünk, ott is azt látjuk, hogy
hogy tollasoznak, vagy éppen grundballnak nevezett játékot űzik, és vagy frisbiznek, és azt gondolom, hogy ez egy város életéhez nélkülözhetetlen, nagyon fontos, és ez mutatja azt, hogyha az emberek használják ezt, és örömüket lelik benne, akkor azt mondják, hogy nem akarnak Kőbányáról elmenni, hiszen itt megkapnak minden lehetőséget. Mi ezért dolgozunk.